Üdvözlünk mindenkit, a mai alkalommal érdekességet fogunk csinálni. Édesanyám Kati néni, csak szólj csak a Kati néninek, fog csinálni egy anyagcserepörgető séket. Mi is ez az anyagcserepörgető sék? Majd utána, hogyha megy a film, akkor én elmondom, hogy, vagy te elmondod, hogy mi van. Most egy anyagcserepörgető séket. Várjunk is be! Üdvözlök mindenkit! Én egy anyagcsere pörgető italt fogok készíteni, amit én nagyon szeretek, és ezt meg fogom veletek osztani, ez az én kis titkom. Ez különösen azoknak ajánlott, illetve azoknak jó, akik fogyókúráznak egyrészt, másrészt pedig azoknak. Szerencsés, hogyha egy kis betegségük van, például a pajzsmirigy gyalogműködési problémával küzdködnek, és a kevés hormontermel mondjuk a pajzsmirigyük például, kevés tiroxint. Ez nagyon-nagyon sokat segít benne, ugyanis felpörgeti az anyagcserét, illetve a pajzsmirigyet rendbe hozza, a gyulladásokat le fogja majd szépen csillapítani, és ezt a folyadékot mindaddig kell inni, ameddig a pajzsmirigy működés helyre nem áll. Na, a hozzávalóim, a legfontosabb alapanyagom a fekete áfonya, hogyha ezt nem sikerül megvenni, illetve mivel azért ez nem egy olcsó dolog, ajánlom azt, hogy inkább a szezonális időbe vegyétek, amikor ugye ennek a szezonja van. Viszont meg lehet azt is tenni, hogy üvegeset vesztek, ami egy literes kiszerelés, lehetőleg cukormentes legyen, és akkor azt tökéletesen föl lehet használni. Én most olyat nem tudtam vásárolni, ezért friss áfonyát vettem, és ebből készítem el ezt az italt. Tehát áfonya. Van áfonya, fekete áfonya, amit helyettesíthetsz áfonyalével, cukormentes áfonyalével. Lesz fahéja. Igen. Lesz szerecsendium. Friss gyömbérem, amit majd le fogok reszelni, narancsom és citromom. Ezekből készítem, illetve még forró víz fog hozzáfárni. Na, akkor fogjunk is hozzá. Először is felforralom a vizet. Jó, ez egy tisztított áfonya már, beleteszem a tornyószomba. És most lesz egy kicsi hangja, úgyhogy ezt bocsánat mindenkitől, de ezt pépesre kell tornyószolnom. Ezt összeturmixoltam, nyilvánvaló egyszerűbb dolog, hogyha csak az áfonyalevet használom, ugye akkor nem kell eddig turmixolni, közben a vizem felforrósodott, nem forralom teljesen föl, de azért jó forró legyen. Most az adagolás az úgy néz ki, hogy az áfonyalének, illetve az áfonyasűrítménynek körülbelül egy másfél decinek kell lenni, attól több lehet, másfél-két deci, de kevesebb, na nagyon. És akkor negyed kis kanál fahéjat teszek hozzá, őrölt fahéj természetesen, hát körülbelül így ennyit, mert egy picit kevesebbet. Szintén negyed kis kanál. Szerecsendió? Teás kanál, így van, szerecsendiót teszek bele, körülbelül így. Ebből is hagyok egy morzsukát. És hogyha van otthon, akkor a legjobb a friss gyömbér. Lehet helyettesíteni porral, gyömbérporral. Én nagyon szeretem a gyömbért, úgyhogy én friss gyömbért fogok kiteresztelni, ami szintén egy ilyen negyed vagy max fél kiskanál. A kiskanál alatt inkább a teljes kanalat értem. Mikor ez így elkészült, forró vízzel leöntöm. Forró víz körülbelül 3-3,5 deci lehet nyugodtan. Ezt is meg fogom keverni. 20 percet állni hagyjuk. Jó, nem teszünk vele semmit, ezt így letakarom, hogy 20 percet áll. Na, letelt a 20 percünk. Úgyhogy beletesszük a citrom és narancslevet. A citromléből szintén egy negyed. Én kicsit szoktam csalni, mert a többet teszek vele, nem lesz semmi gond. És akkor a narancsbólót szintén csalom. A narancsból viszont már többet tehetek, akkor egy erőkanálnyi. Ezzel megkeverem. És igazából már iható, vihető dolgozni kocsiba, edzésre, bárhova.
talán még egy szó arról, hogy ugye miért is anyagcsere pörgető. Mint ahogy az elején már említettem, ami miatt anyagcsere pörgető leginkább, az az, hogy a pajzsmirigyre van nagyon jó hatással, kifejezetten azoknak az embereknek, akiknek annóműködése van. Mint ahogy az elején említettem, úgy szintén a gyulladást fogja lehúzni, ezt lehet mindaddig inni, ameddig a pajzsmirigy működés nem rendeződik. És ugye, hogyha a pajzsmirigy rendben van, jól működik, elég tiroxin termel, az anyagcsere is normalizálódik. Ugye sajnos, akinek ilyen betegsége van, nagyon jól tudja, hogy mihelyt a pajzsmirigynek alulműködése van. Ugye az anyagcsere lassul, sajnos akkor hízásra hajlamos már az ember, sőt több kilót is ugye pillanatok alatt felszedhet, amit ugye az orvosok gyógyszerrel pótolnak ezt a tiroxin hormont. Úgyhogy nagyon remélem, hogy fog tetszeni mindenkinek, várj meg is őket, és akkor ezt már visszuk és nézze Gusta. Ugyanez lesz a művelet, hogyha áfonya levet vesztek. Egy kicsit áfonya levet, meg lehet várni nyugodtan, amit kívülőbe be lehet tenni. Ha úgy érzed, tehetsz hozzá egy picit több vizet, vagy ha hígabban szereted, de azért valamennyire próbáld meg az adagokat úgy megtartani. Jó? Egészségetekre! Jó.